Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze. A mikrofonnál Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton. Az aktuális adás pedig a 10 legjobb valaha volt filmrendezőt tartalmazza. Melyik tehát az a 10 filmrendező, amelyik a legjobbak legjobbja, amelyeknek a filmjei olyannyira tetszettek, amelyeknek a filmjei olyan nagy hatással voltak, nem csak ránk, hanem az egész kultúrközösségre, amelyben élünk, hogy erre a bizonyos 10-es listára kívánkozik a nevük, és az ő köztük lévő sorrendiség sem marad titok a műsor folyamán. Magyarán a nyugati kultúrkör 10 legjobb rendezőjéről van szó, tehát nyilvánvaló iráni, japán, kínai és egyéb alkotókat nem vettünk bele, tehát ilyen értelemben szűkítettük a kört, ahogyan a néma filmeknek a nagy rendezőit sem. Egyébként ez a lista erősen szubjektív, ezt talán mondanom sem kell, erős harcok előzték meg ennek a listának az összeállítását, ez tulajdonképpen egy konszenzusos lista. Az én listám az nyilván más lenne, mint a Robi listája, az övé megint más, mint másé. Hát ezt tudtuk összehozni. Na jó, de ezért azt lehet mondani, hogy pontosan a harcoknak az eredményeképpen azt lehet mondani, hogy ez egy viszonylag széles közönség számára elfogadható lista, legalábbis annak szánjuk. Mert mi legalábbis ketten egy világkeresztmetszet vagyunk. Igen, másképpen gondolkodunk a filmekről, mást tartunk jó filmnek. Az én ízlésem sokkal közelebb áll az általában véve vett közönség ízléséhez. Az enyém pedig a sznobokéhoz. Igen. Ami persze nem jelenti azt, hogy én egy bunkó lennék, te pedig egy sznob. De a régi sznobokéhoz ezt azért szeretném hozzátenni. Az enyém pedig a régi közönségéhez. Úgyhogy mind a ketten ódivatúak vagyunk annak ellenére, hogy egyikünk sem igazán sznob, és egyikünk sem igazán bunkó. Viszont a 10-es lista az a 10-es lista, amely a 10 legjobb rendezőt tartalmaz, úgy gondolom, hogy egy jó ízléssel összeállított lista, valóban kiváló rendezőkről van szó, még akkor is, hogyha egyikünk másikunk 10-es listájára nem fért volna fel. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Luc Besson, listánk 10. helyezettje. Egy egészen kiváló, egy kivételes tehetségű francia rendező, aki úgy döntött, hogy a Gaumont Pictures keretei közt megcsinálja az európai Hollywoodot, és ennek köszönhető számos olyan film, aminek a producere volt Luc Besson, és amely filmek bizony az ő nevét nem kevés sárral és szennyel kenték be, és ezért aztán, hogyha elhangzik Luc Besson neve, akkor csomóan asszociálnak a Taxi aktuális 3., 4. és egyéb szörnyeteg részeire, a Yamakashira, meg a Wasabi Mar, mint a mustár, meg a rosszabb amerikai klón európai filmekre, a Szállító 1, 2, 3, stb. Mondjuk nálam biztos, hogy Luc Besson nem lenne a listán, de hát ugye, mint a Robinak a kedvenc rendezője, kénytelen, kelletlen voltunk fölvenni. Egyébként az a tragikus az egészben számomra, legalábbis az én sznobizlésem szempontjából, hogy Luc Besson egy rendkívül tehetséges ember. Tehát a Nagy kékség egy hihetetlenül jó film. Későbbiekben nekem ez a hollywoodi pálfordulása nagyon-nagyon nem tetszik, de hát te abban is felfedezed az értéket. Hát elmondom, miről van szó. Ezek a filmek, amikről most beszéltem, ezek nem Luc Besson filmek, ezeknek a Luc Besson csak a forgatókönyvírója, meg a producere. És erre gondolok, hogy ilyenekre mind az 5. elem például. Szerintem nagyszerű film az 5. elem. Nagy baromság. Dehogy is, szerintem az egyik legjobb sci-fi film, amit láttam. De komolyan, tehát az ilyen sci-fi vígjáték, vagy az ilyen derűs... Na majd a sci-firől Kubricknál. Jó, igen, de szerintem érdemes a Szárnyas fejvadásszal egy pozitív pólust szembeállítani, és hogyha létezik ilyen, akkor ez alig, hanem az 5. elem. De azért tekintsünk végig az ő pályafutásán, amely filmekben nem annyira gazdag, de remek művekben igen. Mindösszesen 10 filmet készített Luc Besson, és amikor elkészítette a 10-et 2006-ban, ez az Arthur és a villangók című mese, akkor ő bejelentette, hogy több filmet nem is fog már készíteni, tehát hogy ő befejezte. És ez nem kis dolog, tekintettel, hogy mit tudom én, 50-valahány éves sávóról van szó, tehát még hátra lehetnének a nagy filmjei, de ő úgy döntött, hogy befejezte. És elmegy nyugdíjba. Igen, na most a Luc Besson ez egy kiváló ízlésű ember, mert pontosan tudja, hogy melyik az a film, ami nem alkalmas arra, hogy ő rendezze meg, mert gyenge a forgatókönyv, pontosan tudja, hiszen ő írta, és melyek azok a filmek, amelyeket pedig igenis érdemes megrendezni, és azokat meg is rendezi, és kiválóan, azoknak is
ő írja a forgatókönyvet. Azt lehet mondani, hogy Luc Besson egy kiváló rendező, és emellett egy kiváló producer. Egy szemét szakma kiváló producere, és egy kiváló szakma kiváló rendezője. Na, ez szépen hangzott. Ez aztán a titulus. Egy-két szót a ritkán látott filmjeiről. Van egy igen durva, nyomasztó hangulatú apokaliptikus filmje. Az élet-halálharc? Így van. Az első Jean filmje. Renault-val főszerep, és ugye a Derek Harriával, nem is tudom annak a német színésznek a nevét. Fritz Wepper, így van. Ez egy érdekes avantgárd film. A fene ismerne rá a későbbi ötödik elem és a Jean d'Arc Luc Bessonjára. 1983-ból ezzel debütált, és ez egy néma film. Abszolút, egy szót nem szólnak benne. A Jean Renault egy gyilkológép. Egyébként mindenkinek ajánlatos, hogy nézze meg, hogyha nagyon-nagyon groteszk filmet akar látni. Aztán 1985-ben jött a Metro című film. Az akkor még hatalmas sztárral a főszerepben, Christopher Lambert-tel, aki később akkor átbukott, mint az Ólajtó. Már a helylakó miatt? Isten tudja, hogy miért, de akkor átbukott, mint az Ólajtó. Szerintem a helylakó nem tett jót neki. Ő az európai Mickey Rourke, a Mickey Rourke-nak a nagy visszatérése nélkül. Még Ferrer is foglalkoztatta Christopher Lambert. Igen, Christopher Lambert nagyon-nagyon sikeres volt. Tehát az egy, I Love You-ba például. Ő művész filmeknek volt a főszereplő. Ha már bukott színészekhez hasonlítjuk, nem érdemes Kurt Russellhez hasonlítani, hanem akkor már inkább érdemes azt mondani, hogy a legnagyobb bukott színészek sorában van a helye, olyanok körében, mint például Kevin Costner. Tulajdonképpen el is tértünk a tártól, mert lesz azért nekünk olyan top 10-es listánk, hogy a legrosszabb színészek és egyebek. Aztán ott van Nagy Kékség. A delfin emberről és az ő barátjáról, aki szeret merülni. És akkor ott feltárul a különbség. Az a különbség, ami oly sokszor, például az Amadeus című filmben, ugye van a zseni, meg van a tanult középszer. Igen. Ami tanulható és ami nem. Aki viszont érti a zsenit. Igen, akinek viszont az egyetlen adottsága és a legnagyobb kínja, hogy ért. Na és pontosan ugyanez történik meg a Parfüm című filmben, Baldini mester, ugye? Aki a tanulás. A mester, tulajdonképpen a jó mesterember. Igen, és Jean-Baptiste Grenouille, aki pedig az ihletett zseni és egyben szörnyeteg, és itt valami hasonlóról van szó. Ugyebár a delfin ember, aki az ihletett félig ember, félig tengerlakó, szinte már szörnyeteg egyébként, mert olyan kevés emberi angyali van benne. Angyali lény. Fénylény. Az angyali lényben azért benne van a hidegség, a kerubok félelmetessége, csak itt mondjuk a magasság helyett a mélység veszi át a szerepet. Fantasztikus film a Nagy Kékség, felejthetetlen. Aztán ott az Atlantis, újabb néma film, ami a tenger világába még mélyebben, még éteribben kísér el minket. És aztán itt el is szívták Luc Besson agyát a mélységekben. Kicserélték a személyiségét. Hiányos lett, úgy érted? 1994, Leon a profi. Hát, kicsit nyálas, élvezhető, nem tudtam eldönteni, hogy paródiáról van szó, vagy komolyan vett filmről. Tudod, miért imádom? Mert akciófilmet annyira profi módon, annyira erősen, olyan akciójeleneteket, amiket Amerikában képtelenek. Azért imádom, hogy lehet rajta sírni. Bakker. Aztán a Jeanne d'Arc, a minden idők talán legnagyobb történelmi filmje, amivel már foglalkoztunk, és épp elégszer elmondtuk, hogy mennyire jó tükröt tart annak a fajta nacionalista filmgyártásnak, ami a filmnek tulajdonképpen az első felében megvalósul, aztán a film végén mindazt, amit addig felépített, lerombolt, és hogy valami egyetemlegeset építsen föl helyette. És Luc Besson a szemünk láttára. Kettős film valóban az nagyon tetszett, hogy van egy törés a filmben, amit még az is kifejez, nem csak a film mondani valója és hangulata, hanem hogy a főhősnőnek még a haja is besötétül. Aztán 2006-ban az Arthur és a villangok című remek animációs, félanimációs, félig játékfilmmel búcsúzik tőlünk Luc Besson, amennyiben kijelentette, hogy soha többé nem rendez, mi viszont reméljük, hogy ez a kijelentéséhez ez nem tartja magát. Gyere vissza Luc Besson a tenger mélyéről! Láthatunk még Luc Besson filmeket, mi nagyon reméljük. A 9. helyezett mai listánkon Ingmar Bergman. A 9. a nyomasztó északi viking. Mindeközben pedig egy keresztény filmrendező. Rendkívül keresztényi. Miközben az egyházat azért eléggé utálta, tehát hogyha a Fanny és Alexander című filmre gondolunk, a saját apjáról, aki gyűlölt, mintázta meg a gonosz papot. Már gyerekkorában azt terjesztette magáról a barátainak, hogy ő tulajdonképpen egy cirkuszigazgatótól származik, és az apja nem az igazi apja,
és tulajdonképpen ezt a gyerekkori apa gyűlöletből fakadó vágyképét csinálta meg a Fanny és Alexanderba, de hát ez egy későbbi filmje, azért néhány korábbiról is meg kell emlékezni. Aztán elkészült a film az ő önéletrajzáról is, ez a Legjobb szándékok című önéletrajz. 1992-ben Billy August készített belőle filmet, és az érdekes, hogy a forgatókönyvíró az maga Ingmar Bergman volt, tehát a saját regényéből, önéletrajzi regényéből egy saját forgatókönyvet készített, de a rendezést már nem vállalta. Valahol szimbolikus azért, hogy ugye most halt meg nem régiben, hogy Antonionival meg egy napon szinte. Egyik barátom részegen fölhívott engem, én éppen nyaraltam, azt mondja, hogy meghalt Bergman és meghalt Antonioni. Olyan volt, mint a 20. század elején, amikor meghalt Verdi, mondja a főhős 1900-ben, és megy le a pincébe borér. Azt mondja a barátom, innentől jönnek a barbárok. Az Ingmar Bergmannak a karrierje az rengeteg rettenetesen nyomasztó és rettenetesen elidegenítő filmet tartalmaz. Már a korai filmje is. Amelyek egyébként mélységesen keresztény filmek, ebben teljesen igazad van. Abszolút, hát a Hetedik pecsét, a Tükör által homályosan, az Úrvacsora, a Csend, tehát ezek a filmek, ezek mind, és egyébként egy meglehetősen protestáns. Protestáns, de ugyanakkor meditációs filmek. És itt van a Hetedik pecsét, ami egy középkori misztériumjáték. 1957-ből. Így van. A fiatal Max von Sydow játssza a főszerepet, aki a lovagot játssza. Azt lehet mondani, hogy Max von Sydow-t egyébként elég könnyen hozzá lehet rendelni Ingmar Bergmanhoz. Tehát sokszor dolgoztak együtt. Annyira nagyon azért nem, hogy kifejezetten Ingmar Bergman színészként tartsuk számon. Mindegy. Lényeg az, hogy a fiatal lovagot játssza, aki sakkozik a halállal. Tulajdonképpen ennél jobb filmet a haláról, mint misztériumról, mint sötét misztériumról nagyon-nagyon keveset láttam azóta is. A Hetedik pecsétre szokták azt mondani, hogy azt lehet mondani, hogy az Ingmar Bergmannak a legismertebb filmje. Hát a magyar tévében is azt adták legtöbbet. Suttogások és sikolyok. Na, ha valaki akar igazán nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó élmény, akkor nézze meg ezt a filmet. A svéd polgári középosztály pokláról szól, ami egyébként kiterjesztető bármely más ilyen nyárspolgári közegre. Nagyon mélyen keresztényi film, és a szeretetről szól, és tudatosan, ezt kevesen tudják, de más filmjeiben is, a Fanny és Alexanderben, de itt is tudatosan alkalmaz a három legősibb szakrális színt, a vöröset, a feketét és a fehéret, tehát a vér és a tűz színét, és a sötétség és a világosságnak a két alapszínét, illetve hát ugye nem szín, hanem a színek hiánya és telítettsége. Ezt a három nagyon ősi, majdnem minden kultúrában megtalálható alapszint, ezt tudatosan alkalmazza a filmjeibe. Itt is például Suttogások és sikolyokban. 1972-ből, de fontos beszélni a Tükör által homályosan című 1961-es filmről is, egy skizofrén nőről szól, és a férjéről, és egy borzasztó, rettenetes vízióról, tulajdonképpen a skizofrén látomás és a keresztény misztérium találkozása a filmvásznon. Lám-lám, a protestantizmus azért mégse csak az eleve elrendeléssel és a pénzfelhalmozásról. Az eredeti felhalmozásról szól. A protestantizmus talán igen, de a protestáns Ingmar Bergman ez azért hozzáír néhány fejezetet. Volt protestáns misztika, mondjuk egy Jakob Böhme, úgy volt a 20. században egy megfelelője a filmművészetben az Ingmar Bergman. Van egy NSK-ba készült filmje, a jelenet a bábok életéből, ahol egy férfi tulajdonképpen meggyilkol egy ilyen pipsóbeli prostituáltat, és ennek a lélektani hátterébe enged bepillantást, ahogy egyébként a többi filmjébe is, különösen, hogy is mondjam, nem pusztán nyomasztó, hanem ugyanaz, ami a többi filmjébe a középosztálynak egy ilyen nagyon sajátos torz tükrét adja. Az 1963-as Úrvacsora és a szintén 63-as Csend fontos még, nem beszélve a Varázsfúvoláról 1975-ből, aztán ott van a Fanny és Alexander 1982-ben készült. Amiről ugye már esett szó, ami önéletrajzi elemeket tartalmaz, és a valóságos apja képzel, a mostoha apja a filmbe. Két gyereknek egy furcsa kalandjáról van szó, és a zsidó misztika, a kabala eleme is benne vannak a filmben. Ajánlatos mindenkinek megnézni. Tulajdonképpen elmondható summázva, hogy Ingmar Bergman filmjeinek a nagy része meditációs film, meditatív film, a szónak a legkonkrétabb értelmében. Ami a késői filmjeit illeti,
az Őszi Szonáta című filmje, ami egy igen kevéssé ismert, vagy kevéssé népszerű film, szerintem az egyik legjobb. Érdekes módon középiskolában filmesztétikán szokták megnézetni a... Egy brilliáns film, tehát ez az igazi lelkizős, mély dráma egy anya és a lánya kapcsolatáról. Liv Ullmann és Ingrid Bergman, az idős Ingrid Bergman. Két óriási női színész. Jól tudom, hogy a Liv Ullmann az élt együtt az Ingmar Bergmannal? Így sőt, férj és feleség voltak, azt hiszem. Igen. Nem, azt hiszem csak élettársa. Csak élettársa. Ha jól tudom. Ha. Szóval a Liv Ullmann és az Ingrid Bergman, hát tehát olyan mélyen belemásznak egymásba anya és lánya, tudod, ez egy életen keresztül tartó hazugság, amikor feloldódik egy beszélgetésben, és olyan erős drámai katarzis, olyan brutális erő. Tehát, félre van téve minden miszticizmus, meg misztérium, meg a színek, meg a nem formák, meg a nem tudom, hanem ott van a lecsupaszított. A színtiszta dráma a szemetek láttára, tehát ha meg akarjátok kapni a teliba, a gyomorszájas Ingmar Bergmant, akkor az Őszi Szonáta 1978-ban az garant a számotokra a katarzist. Illetőleg bepillant a saját nyomorúságos, szörnyű belső sivatagotokba. Vétel, vétel! Mai listánk 8. helyének birtokosa. Andrej Tarkovszky, Bergman orosz megfelelője, abból a szempontból, hogy ha most meditatív filmekről van szó, hát itt az északi szikárságot felváltja az orosz ellágyulás, a vizes mélységek, a belső tenger. Tulajdonképpen Tarkovszky nálam az első, ezt sajnos be kell ismernem, konszenzus révén lett 8., nekem a kedvenc rendezőm. Rengetegszer láttam a filmjeit. Tulajdonképpen aránylag fiatalon halt meg gyomorrákba, és igen kevés filmet rendezett. Összesen 8 filmet rendezett. Összesen 8-at, ebből az első, ami egyben a vizsgafilmje volt, az Iván gyerekkora. Még az Én nagy barátom című film 1960-ból az. Az egy rövid film, egy úthengeres, egy úthengeresnek és egy kisfiúnak a barátságáról. Nem nagyon szokták a Tarkovszky filmek közé sorolni, hát az egy ilyen, nem is tudom, ilyen szovjet városi mesefilm, vagy valami hasonló. Ezek voltak a szárnypróbálgatásai. Így van. Ifjúságának könnyelmi tényei. Mondjuk azért az Iván gyerekkora az már több, mint szárnypróbálgatás. Mm-hmm. Ugye a címben benne van, hogy miről szólhat, hát egy második világháborúba, hogy nő fel egy kamasz gyerek, és hogy kerül a háborús pszichózisnak a hatása alá, nem akar iskolába járni, stb. Egyébként nem egy rossz film, és nem is nagyon szerették. Nem vagyok benne biztos, hogy be volt tiltva, de úgy tudom, hogy nem játszották, mert egy sajátosan másfajta képet adott a második világháborúról. Aztán itt az Andrei Rublyov 1969. Hát igen, az egy óriási alkotás, az orosz ikonfestő. Nem nehéz benne fölismerni szerintem Tarkovszkyt. Tehát a művészről szól, aki hallgatást fogad. Ugye Andrei Rublyov az a filmben 14. század végi, 15. század elejé ikonfestőről van szó, talán az egyik legnagyobb ikonfestőről. Egy sok hatására, amikor az emberi kegyetlenkedést látja, amikor a tatárok lemészárolják ott a filmben, benne is van ez a jelenet, az oroszokat, akik testvérháborút vívnak, a két herceg a trón öröklésért, akkor hallgatást fogad, és egyben nem is fest ikont, tehát arról a művészről szól, aki hihetetlenül tehetséges, tehát egy zseni, és nem akar alkotni, és aztán egy másik sok hatás éri, amikor egy fiatal paraszt gyerek, egy harangöntőnek a fia elkészít egy harangot, és látja, hogy azt a harangot hogy készíti el, és akkor elkezd beszélni, és elkezd újra festeni. Az egész film fekete-fehér, tudatosan és szándékosan, és csak a legvégén az ikonokat látjuk, illetőleg egy rövid jelenet erejéig lovakat az esőbe, majd pedig az ikonokat, a Rubio-féle fantasztikus, csodálatos ikonokat színesben. Milyen volt a viszony a Tarkovszkynak a párthoz, meg úgy általában a proletár diktatúrához? Nem, ennek a közegében alkotott. Van, tudni kell, hogy ő egy régi nemesi családból származott. Az apja Arszenyi Tarkovszky az egy nagyon híres költő volt, viszont a Szovjetuniónak egy nagyon-nagyon megbecsült költője. Nagyon jó versei vannak. Az apjának a versei fölbukkannak a Tarkovszky filmekben, így például a Tükör című filmben több Arszenyi Tarkovszky vers elhangzik, nagyon-nagyon meditatív képek kíséretében. De a Tarkovszkyt azt tekinthetjük ellenzékinek, aligha? Hogy is mondjam, ő inkább egy ilyen politika fölött álló ember volt. De hát ugye tudnivaló, hogy ő emigrált, és aztán a Szovjetunió szégyene lett emiatt. Párizsban halt meg.
Így van. Az utolsó két filmét, az áldozathozatalt és a nosztalgiát nyugaton készítette. Megmondom őszintén, én, mint Tarkovszki rajongó, nem szeretem azokat a filmeket. Hiába, tehát nekem olyan volt, hogy az orosz földből kitépték, és nyugaton nem tudott. Az áldozathozatal szerintem egy erőltetett, közhelyes Bergman utánérzés. Egyébként Bergman színész is játszik benne, aki sok Bergman filmbe, tehát az szerintem az egy ilyen Bergman utánérzés, a nosztalgia pedig rettenetesen unalmas. A Solaris? A Solaris az zseniális. Összeveszett egyébként Stanislav Lemmel, a regényírójával, mert Lem az nem értette meg Tarkovszkijnak a koncepcióját, hogy tulajdonképpen az egész tudatóceán erre a mi világunkra. Valahol egy ilyen keleti filozófia által, buddhista, hindu gondolkodásmód által áthatott film. Na most ez a technicista Lemet nem győzte meg, és lehülyézte Tarkovszkijt és odébb állt. Aztán később látta a filmet, és megváltoztatta a véleményét. Abszolút, persze. Lem, gonosz béka meg minden, de az egy jó ízlésű ember. Aztán a Stalker a legismertebb filmje. Bocsánat, és a Solarist megcsinálták az amerikaiak. Igen, nem olyan régen, George Clooney. Szándékosan nem néztem meg, meg kéne nézni. Tehát... Meg kéne nézni, hogy rendesen utálhasd. Jó, igen. Ugyehogy. A Stalker, ugye, az a zónában játszódik, az rettenetesen nyomasztó. Lepusztult. Van, két síkja van a filmnek, ugye az a Piknik az árokpartján, Strugacki fivérek regényéből készült film. Két síkja van, egy politikai síkja, na abban benne van a diktatúra és a Szovjetunió kritikája. Meg van egy filozófiai síkja. És van egy nagyon mély filozófiai síkja, tulajdonképpen a zóna bennünk van, amikor eljutunk valódi önmagunkhoz, és mi a francot akarunk igazán, mert sokszor még a vágyainkkal se vagyunk tisztában, és amikor tisztában leszünk, akkor összetörünk, a film főhősei nem szembesülnek önmagukkal. Nem vicces, hogy a Stalkerből készült egy videójáték, tehát konkrétan egy számítógépes így játék. Így van, és... én el is kezdtem vele játszani, egyébként nagyon jó hangulata van, és nagyon nehéz játék. Ilyen kalandjáték. Minden esetre itt ez egy apokaliptikus vízió. Valami rettenetes zónáról, ami egy... A földön kívüliek itt hagytak. Igen, valami, és teljesen életveszélyes oda behatolni, de hogyha jól a mélyére hatolsz, akkor ott kívánhatsz valamit, ami majd teljesül. És az a kérdés, hogy amikor eljutsz oda, akkor majd akarsz-e kívánni. És senki nem mer. Egy valaki kívánt, egy korai stalker, és kiderült, hogy mi az ő valódi kívánsága, és utána fölakasztotta magát. Jaj, de rohadt nyomasztó. Aztán ott a tükör, amiről még talán érdemes beszélni, 1974. Igen, a tükör tulajdonképpen az emlékezésről szól, és azon keresztül az emberi tudatról órákig lehetne róla beszélni. Hogy is mondjam, mondjuk ilyen zenbuddhista módon megmaradunk ennél a két mondatnál. Andrej Tarkovszki egy olyan mértékben autonóm filmkészítő volt, hogy minden filmjének a forgatókönyvírója ő maga. Tehát, hogy soha egyetlen egy munkafázis nem bízott senki másra. És a filmek is olyanok, hogyha csak egyetlen egy jelenetét megnézed, akkor nem lehet kétséged a felől, hogy a rendezője nem más, mint listánk 8. helyezettje, Andrej Tarkovszki. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Milos Forman, aki egy csehszlovák rendező, de aztán amerikai rendező lett, és azt lehet mondani, hogy Amerikában találta meg az igazi hangját. Bár szerintem a legjobb filmje a Tűz van babám. Igen, ez egy Jiří Mencel film, amit Milos Forman rendezett, de az egy Jiří Mencel. A csökött tűzoltó. A Fekete Péter, vagy az egy szöszi szerelme, ezeket szeretette igazán, ugye? Tehát nem, egyébként egy pont fordított karriert írt le, mint Emir Kusturica. Emir Kusturica, aki az utolsó jugoszláv, egyesek szerint az utolsó jugoszláv rendező, azt állítja magára, hogy ő az utolsó jugoszláv, aki kiment Amerikába, hogy megrendezze az arizonai álmodozókat, ami pocsék lett, és aztán rájött arra, hogy ez az Amerika nem neki való, visszatért. És úgy lett világhírű. Hogy megcsinálja. Igen. Na most Milos Forman pont az ellenkezője. Ő nagyon jó kis filmeket csinált Csehszlovákiában, de aztán megérkezett Amerikába, és elkészítette az Elszakadás című filmet. Ez az első amerikai filmje 1971-ben. Mert film egyébként nagyon-nagyon remek film. Hatalmas film. Itt már van az, hogy bespangliznak a szülők. A hippi korszak nagyon mélyen megiklette. Olyan keményen reflektál. Herben, hanem itt is. Olyan kiválóan reflektál a hippizmusra és a hippi korszakra, mint senki. A szülők elveszettsége és a gyerekek útkeresése egymással párhuzamosan zajlik. Az, amikor a generációk szembefordultak egymással a hippi mozgalom idején. És ez egy annyira megbocsájtó film, és olyan közel hozza egymáshoz ezeket a generációkat. És annyira
jól mutatja meg a közös pontokat, azt, hogy mindannyian semmi más nem akarunk, mint kifejezni magunkat valamilyen módon. Illetőleg szabadnak lenni. Az Elszakadás egy hatalmas film, és hát, hogyha látni akarjátok, hogy milyen az, amikor a szülők összegyűlnek, hogy megértsék a gyerekeiket, és ennek jegyében akik elszívnak. Igen, igen, a megszökött gyerek, hát az a klub, amelyik a gyermekeiket kereső szülők klubja, hogy megértse a gyerekeket, rituálisan elszív egy hüves cigit, ami után úgy betépnek, mint a disznó, majd pedig jól berúgnak, és amikor mesztelenül táncolnak az asztalon, megjelenik a kisgyerekük, és a szerepek felcserélődnek. Csodálatos. Milos Forman, aki egész életét arra tette fel, hogy a lázadásnak a kultuszát terjessze világszerte, hogy a határoknak a kijebb és kijebb tolását, mint egy demonstratíve felmutassa, és minden filmje, minden egyes filmje egy újabb hippi történet, egy újabb lázadónak a története, és egy újabb főhajtás a lázadás szelleme előtt, a Szállakakuk fészkére című filmben, a Herben, a Ragtime-ban, az Amadeuszban, mind-mind, és aztán csak ott jönnek a még nagyobb filmek, a Larry Flint a provokátor, vagy az Ember a Holdon. A Larry Flint a provokátorban egyébként maga a tényleges húsvér Larry Flint is játszik. Azt, a bírót játsza. Azt a bírót, aki elítélte őt. Igen, igen, igen. Azt a bírót játsza, aki elítéli az őt játszó karaktert a filmben. Igen, igen, igen. Na most a Szállakapuk fészkére. A legkisebb költségvetési Oscar-díjas film valószínűleg a film történetében. Szerinted van ennél nagyszerűbb, ennél ragyogóbb dráma? Van. Nehéz elképzelni. Van. De egyébként egy jó film, csak most ne beszéljünk szuperlatívuszokban. A Szállakakuk fészkére című filmről 1975. Nekem a Her jobban tetszett. A Her is kiváló 1979-ből. A Hernek a... Tehát, hogy már a Broadway musical is remek, de a film az valami fantasztikus. Mert a Hert mindenki látta 26 000-szer. Aztán ott van a Ragtime, kevésbé ismert film 1981-ből. Film, a század elejé Amerikáról, a gettókból, a stetlökből kiszabadult, tehetséges, feltörekvő zsidó filmesekről, az első néger, illetve fekete emancipációs mozgalmakról. Nagyon de mindig az úttörőkről, mindig az úttörőkről készít és filmet. Tízes évek Amerikája. Mindig azokról, akik megnyitják a kapukat a következő generációk előtt. És ma már a mi számunkra természetes, hogy úgy élünk, ahogy, hogy megtehetjük ezt, vagy azt, vagy amaz, szabadon beszélhetünk erről, vagy arról, szabadon cselekedhetünk, és ezért nem visznek el minket. De nem volt ez mindig így, emlékeztet minket Milos Forman, a hetedik helyezett. Egyébként... Nem volt ez mindig így. Egy időben ez nem volt így, és aztán jött valaki, jött McMurphy a Szállakakuk fészkére című filmben, jött a Herből Burger, ugye jött az Amadeuszból Mozart, jött Larry Flint a provokátor, vagy jött az Ember a Holdonnak a főhőse, ugye a Andy Kaufman, és ezeket a határokat kijebb tolta. Ők azok, akik kitaposták az utat, hogy mi táncolhassunk rajta. Erről van szó. Ez a Forman életmű lényege. Igen, ez a Forman életmű lényege. És itt van például a Golya kísértetei című film, 2006-ból az utolsó filmje, szintén remek. Szintén kiváló. Egy egészen friss film. Azt lehet mondani, hogy Milos Forman egy olyan rendező, akinek öregkorára sem ment el az esze, bárcsak minden nagy rendező elmondhatná ezt magáról. És mennyire nem ment neki, amikor letért erről az útról, és megpróbálta a Valmont című filmben, a Vicom de Valmontnak a sztoriát. Megpróbálta a veszedelmes viszonyokat ő maga is elkészíteni. Überelni. Igen, nem és ment, szerintem nem egy olyan nagyon rossz film, de a veszedelmes viszonyoknak a aspektusából nézve egy gyenge kísérlet. Középszerű. Igen, igen, tehát Milos Formannak tényleg az való, hogy arról készítsen filmet, amit igazán tisztel. Akit pedig mi tisztelünk igazán, az Milos Forman, a minden idők legjobb rendezőit tartalmazó lista hetedik helyezettje. A toplista mai hatodik helyezettje Orson Welles. Ő a hatodik. Orson Welles, aki rendező, forgatókönyvíró és színész, és azt hiszem, hogy kevés olyan filmes ember van, aki minden funkciót a saját személyében ötvöz. Talán csak Woody Allen. Talán Woody Allen az egyetlen, aki rendező, forgatókönyvíró, és színész. És nem arról van szó, hogy vannak filmjei, amiket ő rendezett, más filmekben játszott, néhány forgatókönyvet is írt, hanem hogy mindig megírja, mindig megrendezi, mindig eljátsza. Semmit nem bíz másra, mert az csak elrontaná. És pontosan így is van. Woody Allen esetében is, meg Orson Welles esetében is. Meg Tarkovsky esetében. Tarkovsky mikor játsza? Ja, hogy ő mint színész. Ezt mondom. Rendező, forgatókönyvíró és főszereplő. Tehát ugye, ő nem bíz semmit sem másra, mert ő pontosan tudja, hogy mit akar látni, és meg is csinálja, köszöni.
Na most az nem filmmel kezdte a karrierjét, tehát a 30-as évek, bocsánat, nem a 30-as évek, igen, a 30-as évek végén ismert lett, volt egy nagyon hírhet esete, amikor 500 ezer amerikai kicsődült az utcákra. Tudnélik, a Wellsnek, a Marsh Baby... Az A.G. Wellsnek, az Orson Welles készítette el a rádiójátékát. Wellsnek Welles, így van, a rádiójátékát, és úgy készítette el szándékosan és tudatosan, merényletszerűen, hogy az, aki nem tudja, hogy rádiójátékról van szó, azt kifejezetten provokálja, sokként érje, és kiment félmillió amerikai, ott aludtak éjszaka az út mentén, meg a pályaudvarokon, még meg film, a híd alatt. Még film sem volt jó formán, legalábbis olyan színvonalú film még nem volt, hogy egy rendes áldokumentumfilmet el lehessen készíteni, de ez a földre szállt zseni, Orson Welles, megcsinálta az első áldokumentum rádiójátékot, az első média hackert. És az amerikaiak már akkor is stupidak voltak, ebből is látszik. De hát mekkora zseni? Azt hitték, hogy jönnek a Mars lakók. De mennyivel előzte meg a korát Orson Welles a 30-as években ezzel a média hackkel? Hát önmagában ez a fogalom, hogy média hack a 30-as években, így reflektálni a médiának az emberek életében, meg a társadalmi folyamatokban betöltött szerepére a 30-as években. Teljesen megelőzte a korát, de térjünk rá a filmjére. 1941 Aranypolgár, a legnagyobb robbanás a filmtörténetben. A filmtörténet egyik legjobb filmjeként tartják számon az Aranypolgár. Már a technikai megoldások is elképesztőek benne, ugye, amikor a tetőszerkezetből ereszkedik le a kamera. Hát 1941-ben ez nem volt szokás. Tehát, hogy olyan képisége van annak a filmnek, amilyen addig nem létezett. Tehát olyan dolgokat merészelt megcsinálni a kamerával Orson Welles, amit addig soha. És az Aranypolgár az meg, hogy mondjam, egy mai szemmel 1941-ben készített film, egyetlen egy sincs, amelyik a 40-es években annyira nézhető film készült volna mai szemmel. Már mai szemmel nézhető. Sikerült ezt a lehető legkevésbé kifejeznem. Mit akartam ezzel mondani? Aztán ott van az Emberzonok tündöklése. Hát az egy nagyon-nagyon megrázó film. Ugye egy amerikai arisztokrata családról szól. Hát amennyire arisztokráciáról beszélhetünk Amerikában, hát nyilván voltak a keleti parton olyan régi családok, amelyek kvázi úgy éltek és viselkedtek, és úgy nevelték az utódjaikat, mint az európai arisztokrácia. Kicsit valahol rárémel az európai, szintén az arisztokráciát utánzó nagypolgárságra, tehát hogyha mondjuk a Budenbrock házat és hasonló dolgokat veszünk, akkor erre rárémel a dolog. Ennél egyébként szikárabb és tragikusabb, tehát ahogyan lehanyatlik ez a család, és vele valahol lehanyatlik egy régi Amerika, és jön vele egy új Amerika. Egyébként Scorsese-nek az Ártatlanság kora című filmje valamilyen módon nekem asszociatíve, teljesen másról van szó, és teljesen más típusú film, de asszociatíve összecseng az Emberzonok tündöklése és bukásával. Ahogy az öreg Emberzon például meghal benne, és akkor már nem az üzletről, a pénzről, a vagyonról, és a családról, és az utódlásról, és a harcokról, hanem arról kezd el, úgy jelenik meg a halála, na ilyet a korabeli filmekben ilyesfajta megrázó, kicsit filozofikus betétet nem nagyon találni, hogy elkezd arról beszélni, hogy vajon a Föld mikor keletkezett, és vajon a nap volt-e előbb, és hogy van a világegyetem, és akkor a következő pillanat az, hogy temetik. Ez itt a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze, a 10 valaha volt legnagyobb filmrendezővel foglalkozunk itt most. Puzsé Róbert és Farkas Attila Márton a mikrofonok mögött. A hatodik helyezettünk Orson Welles, akiről általában elmondható, hogy annyiban is megelőzte a korát, hogy az ő idejében Hollywood már egy nagyon korrupt intézményrendszer volt, és őre az volt jellemző, hogy az egész életét végig küzdötte azért, hogy a saját koncepcióit megvalósíthassa, és azokat a filmeket, azt a néhány filmet leforgathassa, amire pénzt össze tudott gyűjteni. Ezért aztán a ócskábbnál ócskább szerepeket elvállalt a Hollywoodban, ezért mint színész kiárusította a saját tehetségét Hollywoodban rosszabbnál rosszabb filmekben, amikért megkapta azokat a gázsikat, amikből aztán átutazott az Atlanti-óceán fölött, és Európában elkészíthette a legkiválóbb filmjeit. Sokat elárul Amerikáról. Egyébként pontosan ugyanezt történt Cassavetes-szel is.
ő ugye ilyen kemény bűnözőket, markáns arcú zsarukat játszott mindenféle harmadrendű filmekben, egyébként jó filmekben is, például a Kalambóban és a Sztárgázsiából megcsinálta az Amerikai új hullámot. Pontosan ugyanaz, mint Orson Welles ebből a szempontból. Aztán meg lehet említeni a Macbethet és az Otellót. Ezt akartam mondani, mint Shakespeare rendező. Igen. Mint Shakespeare hatalmas, rendező. 1948-ban a Macbeth, 1952-ben az Otelló. A gonosz érintése 1958. Az egyik legnagyobb mesterműve, de a egyébként legnagyobb. Egyébként olyan csatajelenetek vannak az Orson Welles Shakespeare filmekben. A negyedik Henrikben van egy olyan csatajelenet, ahol a lovagokat ilyen csigákkal húzzák föl, ami megint csak hát a későbbi nagy jó technikával megcsinált csatajelenetekkel vetekszik még mai szemmel. De hogy melyik a legjobb filmje Orson Wellesnek, ez sem kérdés. Hogy melyik a legnagyobb Orson Welles film? Egyértelműen a Per. Akárki akármit is mond, a Per a legnagyobb. A Per a legnagyobb Orson Welles film. És most kitől idéztem? Akárki akármit is mond, a legnagyobb Orson Welles film a Per. Kitől idéztem? Magától. Orson Wellestől. Ezt maga Orson Welles mondta, és egyetértünk. Hogy is vitatkozhatnánk Orson Wellesszel? A Per című film Anthony Perkinssel, Romy Schneiderrel, Jean Moreau-val és magával Orson Welles-szel az ügyvéd szerepében. Soha még akkora erejű film a filmvásznat nem látta, mint a Per, mindenki számára kötelező. Épp úgy, ahogyan Orson Wellesnek egyéb más filmjei is a hatodik helyről. Szeretnénk tisztelegni Orson Welles rendezői nagysága előtt. A hatodik helyezettünk tehát Orson Welles a minden idők legnagyobb filmrendezőit tartalmazó listánkon. A mai napon az ötödik helyig kúszott listánkon. Magát Orson Welles-t is megelőzve, és tulajdonképpen a legnagyobb csodálkozásunkra, de hát ugye ilyen a konszenzus, Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, aki az én véleményem szerint nem egy nagy rendező, csak egyszerűen megrendezte minden idők két legnagyobb filmjét, és a harmadik jó filmje is egy nagyon népszerű és széles körben elismert film, a többi pedig pocsék. Tehát, hogy ennek a Coppolának, ennek háromszor elsült a kezében a rendezői pálca, aztán vége. Na, mely ez a három? Hát a Keresztapa és a Keresztapa 2. Ez a két film az, amire azt lehet mondani. A Keresztapa 1972-ből, a Keresztapa 2 1974-ből, amelyekre azt lehet mondani, hogy a film történetének két óriási, gigantikus, kolosszális alkotása, és aztán még ott van az Apokalipszis most, maga két részével és a maga nagy, gigantikus hajós utazásával fölfelé azon a bizonyos folyón. Milyen? A Mekong deltájáról van szó, erről ugye sokat vitatkoztunk, nem értünk egyet, szerintem az Apokalipszis most egy zseniális alkotás, szerinted egy jó mestermunka. Igen. Ez a különbség. Egyébként azért vannak még Coppolának nagy filmjei. Úgy, mint? Csodálkozni fogsz, a Dracula. Na, még a Draculára azt szokták mondani, hogy jó film. Na most ezt hozzá kell tennem, hogy én ki nem állhatom a vámpírfilmeket. Utálom őket, unalmasnak tartom, pocséknak tartom őket, tartalmilag, formailag, minden szempontból. Szívességből, illetve egy barátom kérésére néztem meg a Draculát, és oda ragadtam a képernyőhöz, mert olyan képi világa van neki, olyan zseniális, szürreális, ugyanakkor a viktoriánus kori Angliát szinte festményszerűen bemutató, hogyha valaki szereti az angol szimbolistákat, a korabeli angol festészetet, rögtön ráismer, hogyha valaki látott egészen korai 1890-es évek beli néma filmeket, rögtön ráismer annak az egésznek a hangulatára, a tárgykultúrára, akkor ott van a Dracula kastélya azokkal az elképesztő ilyen expresszionista gigantikus és furcsa, és ugyanakkor szürreális díszleteivel, hihetetlen képi világa van. Hát ugye tulajdonképpen a sztori az maga a Bram Stoker sztori, hát Isten kém, azt megcsinálták sokan, volt aki jobban, volt aki rosszabbul, például a Herzog az elég tűrhetően. Szerintem egyébként a Dracula az zseniális képileg, mondom képileg. Vigyázzatok Francis Ford Coppolával, mert azon kívül ott van még neki a Magánbeszélgetések, ami egy nagyon komoly 1974-ből. Rendkívül jó egzisztenciális krimi, egzisztencialista krimi, illetve thriller Gene Hackmannel a főszerepben. Szóval maradjunk annyiban, hogy Coppolával csinyán. Aztán amikor a Keresztapát, meg a Keresztapa 2-t láttam 35-ször, akkor úgy voltam vele, hogy egy film,
amit a Francis Ford Coppola rendez, és Mario Puzo írta a regényt, és Mario Puzo regényéből Francis Ford Coppola megrendezi a filmet, az biztos jó, és akkor kikölcsönöztem a Gangsterek klubja című 1984-es pocsék minősíthetetlen szemetet. A Coppolának a keze alól olyan szemét hegyek estek ki, előre a múltba. 1986-ból ez a Vissza a jövőbe című filmnek a nagyon-nagyon rossz változata. De pocsék? Most láttam. Csak, na jó. A fájdalom körei, 1987. Az esőcsináló, 1997. Supernova, 2000. Olyan filmekről beszélünk, amik említés se érdemelnének, igen, hogyha nem ez a rendező óriás jegyezné őket. Ugye maradjunk annyiban, hogy a Coppola... Ambivalens. Hát rettentően, tehát maradjunk annyiban, hogy a Keresztapa az a tökéletes film. Tehát, hogyha ha van tökéletes film, ahol minden a helyén van, a zene, a kép, a színészek, a forgatókönyv, minden tökéletesen passzol. De és azt lehet mondani, maximális, azt lehet mondani, hogy 100-ból 101-es, akkor az a Keresztapa. És akkor utána jön a Gangsterek klubja Richard Gere-rel a főszerepben, annál nyálasabb, unalmasabb, érdektelmű, és minden alkotó ott van a helyén, akkor mi történt? Tehát, hogy arról van szó, hogy van valami isteni ihletettség egy remek mű mögött, ami megismételhetetlen, és bizony valljuk be, hogy a Keresztapa 3 sem az igazi. Szokták mondani, hogy méltó befejezés az első kettőhöz, nem, de... Nem, valóban nem, egy középszerű film nem, a Keresztapa 3. Ráadásul kicsit úgy elviszi, amikor megbékél az öreg gengszter a feleségével, az már egy kicsit a nyálas, kicsit hogy is mondjam, lereszeli az élét, ami a második részben volt, ami egy nagyon mély családi dráma. Hát meg a második részben az a karakter, amit hoz a Pacino. Meg az a dokumentarizmus a 10-es évekről, 20-as évekről, 60-as évekről. Igen. Most a Gangsterek klubját be ne tegyétek, ne érdekeljen, hogy kirendezte kinek a regényéből, be ne tegyétek, mert olyan gáz, hogy az rettenetes, alig bírjátok majd végignézni, és akkor tömegével jön a sok szemét. Robikám, megállapodhatunk, Coppolának van 5 kiváló filmje, és az 5. helyezett. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezettünket egy találós kérdéssel kezdeném. Hát, ha a Robi meg tudja válaszolni, ki az a színész, régi színész, aki néma filmekbe tűnt fel, és úgy lett világhírű, és mindig a szegények, az elesettek, a kisemmizettek, a megalázottak oldalán állt, de már 1917-ben 1 millió dollárt keresett. Nem lehet más, mint Charles Chaplin. Így van, Charlie Chaplin, az angol vándorszínész családból származó, egyébként negyed részben, ezt kevesen tudják, cigány származású világsztár. De mindig ezt a karaktert hozza. Tehát tulajdonképpen az a hontalan, valami olyasmi, vagy valami csavargó. Így van, egyébként ő a cigányság jogaiért is felszólalt, és már a 70-es években is be is választották a Roma világkongresszusba, vagy valami hasonló szervezetbe, ezt kevesen tudják róla. Ugye hát ez egy ismeretterjesztő műsor is akar lenni. A Csavargó című filmje nem lehetne emblematikusabb 1915-ből, tulajdonképpen az első ismert filmje. Így van, hát ebbe jelenik meg az a jellegzetes Chaplini alak, a kis köcsök kalapos, csámpás, bottal, kis nyírott bajuszkával, szerencsétlen csetlő botló, és ugyanakkor mégis mindig erkölcsi győztes. Ez egyébként szerintem, és itt bejönnek a vándor színész szülők, ez a cirkuszból jön, az August, ez az August figurája. Ugye van a kettő szereposztás, az August és a fehér bohóc. A csúcsos süveges, csipkés fehér bohóc, aki mindig kiosztja, megalázza, egrecíroztatja Augustot. Mert ő a Piero. És az August pedig a krumpliorú. A színes vidám bohóc, a nagy cipővel. Aki sírdogál, de valahol mindig ő lesz az erkölcsi győztes. Nos, ebből az Augustból jön szerintem ez a Chaplini alak. Aha. Na most itt beszéltünk Orson Welles és mások kapcsán erről a polihisztorságról. Na most azt hiszem, ha valaki, akkor Charlie Chaplin ezt tökére vitte. Azt mondja, hogy a filmet írta, a forgatókönyvet írta, a filmet rendezte, főszerepet játsza és zenéjét szerezte Charlie Chaplin. Azt hiszem, hogy ennél tökéletesebb már nem lehetne a dolog.
Clint Eastwood az, aki mostanában zeneszerzőként is szerepel a filmjeiben. Na, akkor megközelíti Chaplin. Na most, mi emelte ki őt a pályatársai közül? Mert mondjuk ott volt Buster Keaton, ott volt Harold Lloyd, ugye Humor Harold. Ők nagyon-nagyon hasonló figurákat hoztak, és zseniálisak voltak, főleg zseniálisak. Buster Keaton. Így van, aki soha nem látták őt mosolyogni például. Egyébként És milyen vicces filmjei vannak? Olyanok, mint egyébként a Pet Shop Boys is úgy volt, hogy a Pet Shop Boys is valami, nem tudom én, 6 évvel ezelőtt mosolyodott el először, addig ők sem mosolyogtak, nem készült róluk olyan fotó. Na most, mi volt az, amit Chaplin tudott, és ezek a figurák meg nem, amitől Chaplin Chaplinné vált? Szerintem gyanítom, hogy a politika. Tehát, hogy Chaplin fölvállalt ügyeket. Súlyos ügyeket. Így van. Tehát mindig is baloldali ember volt, baloldali és liberális, és fölvállalta De csak Amerikában jelent liberalizmust. Világos, persze nem a mai értelemben vett liberalizmusról van szó. Nyilván őt aztán később ilyen szélső balos kommunista gyanús színészként üldözték el tulajdonképpen az Egyesült Államokból. Ő szembeszállt a McCarthy korszakba, az időskori Chaplin, és hát ugye már a 30-as évek néma filmjei mindig is a szegényekkel, az elesettekkel, a munkanélküliekkel, a sztrájkolókkal, a tüntetőkkel foglalkozik. A modern időkben, az legendás az a képsor, amikor a futószalag mellől ellép ugyebár a gyári munkás, és nem bírja abba hagyni a mozdulatot, mert automatizálódott az élete. És bekerül a fogaskerekek közé, és eszi a kukoricát. Ez a 36-ban, ugye? Nagyvárosi fények, 1931. A vak virágáros lány, ez az a film, ugye, ahol a gazdag ember, amikor részeg, akkor a keblére öleli, és amikor kihozanodik, akkor mindig kirúgja. És a vak virágáros lány azt hiszi, hogy ő a gazdag ember, és akkor a végén kiderül, hogy nem. Hogy itt van az aranyláz 1925-ből. Na hát ugye ez egy filmtörténeti remek. Maga Chaplin mondta, hogy erről a filmről emlékezzenek rá. Ugye itt van az, amikor olyan éhesek az aranyások, hogy csirkének nézi az egyik a másikat, és kergeti, meg megfőzik a cipőjüket. Egyébként a jellegzetes Chaplini humor itt is megjelenik, hogy a cipőből kiszedett szögeket úgy szopogatja le, mint hogyha csontok lennének, mondjuk csirke csontok. Egyébként hajléktalanok, homeless-ek játszanak a filmben, tehát homeless-eket foglalkoztatnak statisztaként. A Kölyök című film, az édes bús, a drága, édes, aranyos film 1921-ben. Az az első ilyen tragikomikus Chaplin film, tehát ez a nem szokványos, nem a Harold Lloyd, Buster Keaton-es, hogy is mondjam, ebbe a vígjáték vonalba beilleszkedő, hanem az első ilyen, ahol már ez a tragikum és szomorúság megjelenik, ami hiányzik a többi nagy néma filmsztár esetében. Egyébként az öreg Buster Keaton megjelenik egy késői Chaplin filmben mellékszereplőként, a Rivalda fényben. Az öltözőben 1952-ben. Így van, az öltözőben levő öreg színész, akivel együtt föllép, az maga Buster Keaton. Az még mindig néma film? Nem, az már rég hangos film. De Chaplin az ágált a hangos film ellen, és amikor megjelentek az első hangos filmek, akkor Chaplin az valami olyasmit nyilatkozott, hogy ennek nincsen jövője, semmi értelme. De aztán pillanatok alatt váltott, $5000 megvette Orson Welles-től a fekete komédiát, és megrendezte a Monsieur Verdoux-t 1947-ben. Aha. Aztán itt van még, amiről nem beszéltünk, a Diktátor, egyik legismertebb filmje. 1940-ből állítólag Hitler háromszor látta. Különböző legendák vannak róla, hogy Hitler sose tudta megbocsájtani Göringnek, pedig ő kérte, hogy szerezze meg ezt a filmet. Mit nem tudott megbocsájtani Göringnek? Hogy örjöngött Hitler állítólag ez alatt a film alatt, egyes verziók szerint. Annyira utálta? Hát persze, teljesen telibe talált, és hogy Göringnek nem tudta meg, tehát Göringet kért, hogy szerezze meg, és hogy nem tudta megbocsájtani. Mégse pedig ő kérte, tehát ez a jellegzetes. Ja, a diktátor esetében egy Hitler paródiáról van szó, amelyben Chaplin egy zsidó szabó kerül aztán Hitler helyére, mert hasonlít rá, szóval. De más verziók szerint meg Hitlernek tetszett. Tehát a fene tudja ezeket a városi legendákat. Kinézzük a Führerről ezt a szofisztikáltságot? Nem volt rossz ízlése egyébként, tehát az a kispolgári gics az eredetileg távol állt tőle. Egy király New Yorkban 1957-ből. Hát igen, na ez egy éles politikai állásfoglalása a McCarthy rezsim ellen. Képzeljük el azt a grotesz szituációt, hogy elűznek egy királyt, a forradalmárok, és New Yorkba perbe fogják őt kommunista szimpátia vágyával. Na most egyetlen egy kérdés még így a végére. Ha csak
hangos filmjei lettek volna Chaplinnek. Lett volna ő ekkor rendező, pusztán a hangos filmjei alapján, vagy azért azt lehet mondani, hogy ő alapvetően egy korszakhoz tartozik, a némafilm korszakához, és annak a nagy rendezője. Szerintem nem, így van. Annak a nagy rendezője viszont azt forradalmasította. És tudott vártani a hangos filmbe, de az már azért mégsem az az óriás, aki a modern idők és a többinek, a nagyvárosi fények és a többi rendezője. Charlie Chaplin, tehát ezen a bizonyos listán, amely a legnagyobb, valaha volt legnagyobb filmrendezőket tartalmazza, itt ma nálunk a negyedik helyezett. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Stanley Kubrick. 12 filmet rendezett összesen, tehát nem rendezett sok filmet, de az a 12 film, és főleg a közül a 12 film közül legalább 6 film, az a minden idők legnagyobb filmjeinek egyike, nem véletlenül lett listánkon harmadik helyezett Stanley Kubrick. Egy brit rendező, az angolok nem rendeznek jól, nem csinálnak jó filmeket. Azt lehet mondani, hogy az angolok úgy általában véve nem olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy filmkultúrával rendelkező nemzet, de Stanley Kubrick az a magasan kiemelkedik közülük. Hát biztos ezzel sokan vitatkoznának, azért volt egy angol új hullám, a hosszú távfutó magányossága. Igen, az nem rossz film. Lehet vitatkozni azon, hogy Greenaway, én nem szerettem egyébként Greenaway. Én sem szerettem Greenaway. De különleges világa van, és... Jó, de ahhoz képest, amit mondjuk az angolok a könnyű zenében azért a rock zenében, igen. Britannia az nem is nagy hatalom, hanem az egyedülálló. Igen. Tehát, hogy még ehhez képest azt lehet mondani, hogy a filmben meg sem közelítik ezt. Na de Stanley Kubrick. Hát a korai filmjei az 1955-ös A gyilkos csókja, 1956-ban A gyilkosság című film, vagy 1957-ben A dicsőség ösvényei, 1960-ban Spartacus. Hát ezek voltak a korai szánypróbálgatások. A Spartacust ismerjük, az jellegzetesen ilyen hollywoodi ókori történeti film. Nem annyira említésre méltó, igazából nincs rajta semmi. Viszont az egy évvel korábban meg elkészített Dicsőség ösvényei. Ott már megjelenik Kubricknak az éles antimilitarizmusa és pacifizmusa. Ami az első világháborúban játszódik, ahol egy százados a saját embereibe lövet, és franciákról van szó, ráadásul, tehát ugye a győztes társaságról. Aztán ez majd visszaköszön nekünk a Full Metal Jacketben, de ne ugorjunk ennyire. A Lolita 1962-ben. Ezt egyébként kevesen látták. James Masonnel a főszerepben. Mert hogy ez nem azonos a Jeremy Irons főszereplésű Lolitával. Ami szintén remek film. Az nagyon jó film, de a Kubrick féle Lolita az egy ismeretlenebb. Tehát az nem tartozik Kubricknak a nagyobb alkotásai közé. Igen. James Mason játssza a főszerepet, és egyébként egy remek filmről van szó. Jó film. Aztán a Doctor Strangelove egy nagyon kemény kiállás a hidegháborúval szemben. Walter Matthau többek közt. Nagyon megkapják a pofájukra benne az amerikaiak, de a ruszkik is. Tehát ott... és ehhez tudni kell, hogy Kubrick maga letiltatta, hogy Kelet-Európában megnézzék a filmjeit. Mert hogy ő nem akarta a szovjet övezetbe a ruszki diktatúrába, hogy játsszák a filmjeit. Tehát egyes filmjeit hozták be, tehát a Dicsőség ösvényeit láttam 80-as évek elején filmklubban, a többi filmje az tulajdonképpen csak úgy olyan, hogy is mondjam, sutyiba jött be, tehát ő ezt nem kedvelte, de ugyanakkor Amerika is megkapja a pofájára. A Dr. Strangelove az egy brilliáns groteszk. Hát ugye, aki a rózsaszín párducot látta, annak a főszereplőjéről van szó, itt eljátszik 4 szerepet, a volt náci dokit, akinek állandóan lendülne elő a karja, és saját magát fogja le, akkor eljátsza az idióta angol hadnagyot, nem 4 szerepet, bocsánat, csak 3-at, és még a Dr. Strangelove-ban még valamit, a Peter Sellers-ről van szó természetesen. Peter Sellers, de ő már egyébként a Lolitában is játszik, ő játsza a csábítót, aki a James Mason-től elhappolja Lolitát. A producer, vagy a producer, szóval ez a pornofilm. Igen. A Peter Sellers nagyon-nagyon szerette a Stanley Kubrick a Peter Sellers. A Peter Sellers egy egészen kiváló, egy extrémen kiváló színész volt, tehát nem kellőt minden áron azonosítani azzal a fél hülyével, akit a rózsaszín párducban volt. Én azért szeretem Clouseau felügyelőt, úgyhogy... Igen, Clouseau felügyelő, aztán igen, Clouseau. A mazsom. Szóval, azaz. Aztán a Mechanikus narancs, 1971, a csúcsok csúcsa, hát a filmrendezés csúcsa, annál erősebb, erőteljesebb, vagy hogy fogalmazza, annál vakítóbb villanás, mozivásznon talán nem volt.
hogy soha. És a 2001 gyűröd össze, ráadásul egymáshoz közel van az igen, a igen, 1906... igen. Nem, azt lehet mondani, hogy ez volt a legnagyobb korszaka. Tehát akkor a Dr. Strangelove 64, 2001 gyűröd össze a 68, Mechanikus narancs 71. Hát a hippi korszak, illetve a 60-as évek lázadása. Akkor nagyon elemében volt. Nagyon elemében volt. Hogyha beszélhetünk minden idők legnagyobb science fiction erről, akkor a számomra 2001 gyűröd össze a végén experimentális film, elképesztően mély, filozófikus, annyira, hogy én nem is értettem meg. Hihetetlen, efafejű vagy. Nem értettem, na! Hihetetlenül jó, és sokkal jobb, mint a könyv, mint a Clark féle regény, sokkal jobb. Meditatív film. Barry Lyndon 1975, aztán ott a ragyogás, 1980, bocsánat, Jack Nicholsonnal egy... Full Metal Jacket, tehát nem említettük. Az majd 87. Aha. Ja, értem. De a ragyogásról beszéljünk pár szót. Egy horror. Aztán nem tetszett annak a hülye izének, Stephen Kingnek, a regényírónak, és megcsinálta a maga verzióját. Egy pocsék, középszerű, unalmas bacak. A könyvnek egy ilyen szolgai filmre vitele, miközben egyébként a Kubrick film szerintem sokkal jobb, mint maga a könyv. Hát brutális. Hiszen hát azért a Stephen King egy középszerű ilyen, hogy is mondjam, ponyva író. És ahogy de azért vannak jó darabjai. Vannak jó darabjai. Talán nem véletlen, hogy Stanley Kubrick is felfigyelt rá. Azt kell mondani, hogy a Stephen Kinghez kell Stanley Kubrick, és kell hozzá egy Jack Nicholson, és akkor elkészül a zseniális ragyogás 1980-ban, Full Metal Jacket 1987. A legerőteljesebb háború kritikus film. De nem a hagyományos háború ellenességnek a paneljeit használva, ez a poén az egészben. És aztán ott jön a tágra zárt szemek 1999-ben. Na, erről már sokaknak van vitája. Nem is ő fejezte be, nem is egyértelmű, hogy ez egy Stanley Kubrick film. Nagy kérdés, hogy Stanley Kubrick így fejezte volna ebbe, ahogyan be lett fejezve. Nem is nagyon van sztoria. Van egy érdekes jelenet, az a pornoorgia, az ott az tényleg az van hangulata. Tehát van hangulata a filmnek, de belenyúlni ebbe a Tom Cruise, Nicole Kidman féle, nem tudom, tehát az az igazság, házastársi melodrámát. Ő házastársat akart, szerintem ő nem, ő ezt direkt. Is igen. Mondta is. Egy biztos, Kubrick filmjeinek a többségére jellemző valami operaszerűség, ez az egyetlen erénye a tágra zárt szemeknek, ez dominál a Mechanikus narancsba, a 2001 gyűröd összeába. Tulajdonképpen ilyen filmoperákat rendezett. Most az operát természetesen átvitt értelemben. De azban azért egyetértünk, hogy Stanley Kubrick harmadik helyét ezen a listán elsőrendűen a 2001 gyűröd összeája, a Mechanikus narancs és a Dr. Strangelove. Ebben egyetértünk. Indokolja. Tehát a harmadik helyezettünk Stanley Kubrick, a második helyezettünk kilétére sem kell már sokat várni. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Sergio Leone a második helyen. Az egész pályafutása során összesen 7 filmet rendezett. Nem kell hozzá 35 filmet rendezni, hogy valaki a valaha volt egyik legnagyobb filmrendező legyen. Nekem egyébként személy szerint Leone a kedvencem, csak azért nem ő lett az első, mert az első helyre egy olyat kerestünk, amiben konszenzus van mindkettőnk között. De Leonét én is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tehát az az olasz, aki megcsinálta az amerikai westernt. Hát ő nélküle mi lenne a western? Mi lenne ez a műfaj? John Wayne filmek. Hát John Wayne pocsék. Nacionalista gagyi pisztolypörgetésére köszönjük, nem vasalt, vagyunk kíváncsiak. Vasalt ingű, úttörő nyakkendős kavbolyokkal és ilyen nagy felszínes pocsék moralizálásokkal ez az amerikai, vagy ez volt az amerikai western Leone előtt. Egyébként Sam Peckinpah kivételével én máig nem tudok igazi jó western film rendezőt. Ugye Sam Peckinpah, vad banda, kész. Ezen kívül... Clint Eastwood. Hát, ha nincs irgalom, de az egy nincs bocsánat, igen. Vagy nincs bocsánat, de ez egy anti-western. Na jó, de hát ahhoz mekkora tehetség vagy kell. Vagy a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, de az meg ugye a hippi korszakról szól, az egy utaztató, nem igazi western, tehát hogy mondjam, rendes western, tehát western, a Sam Peckinpah egyetlen vadbandáján kívül csak Sergio Leone szolgáltatja az Egyesült Államokba. Ez a Rádiókafé, a Rádiókafén pedig a hétmester lövésze, a mikrofon mögött Puzsér Robert, és a másik mikrofon mögött Farkas Attila Márton. Ez a hétmesterlövészének a különleges kiadása, amennyiben összegyűjtöttük számotokra a 10 valaha volt legnagyobb filmrendezőt.
ezen a listán második helyezettünk Sergio Leone, akinek az egyik korai filmje a Rodoszi Kolosszus 1961-ből túl sok szót nem érdemel. A további hat filmje viszont hat brilliáns, remek mű, hat ékkő a film történetnek a nyakékén. Egy marék dollárért, ezzel 1964. Kezdte. Pár dollárral többért, 1965. A fiatal Klaus Kinski ebben játszik, és a híres olasz kommunista színész Gian Maria Volonté, tehát egy rendkívül jó színészekkel dolgozott, és fölismerni benne egy egészen másfajta rendezőnek a hatását, Pier Paolo Pasoliniért. Ő maga egyébként nagyon jó véleménnyel volt Pasoliniről, nagyon tisztelte és szerette. Én ezt később olvastam. Nem lehet rá ismerni a filmjeiben Pasolinire. Hol ismersz rá? Az egy marék dollárért, és még egy marék dollárért van olyan, tehát amikor a kocsmában az arcokat, tehát ilyen gyors kamerával, ilyen pillanatnyi, tehát abban az olasz neorealista filmnek a hatása van, és főleg Pasolini teljesen egyértelmű. De hogy megtalálta a főszerepbe Clint Eastwoodot, aki nagyon nem ez az olasz. Nagyon nem ez az olasz karakter. Az már nagyon ami. De mégis Clint Eastwoodot az olasz film, az olasz Sergio Leone olasz filmjei tették nagy amerikai filmszínészé. Tehát ugye ez is érdekes. Szóval a maréknyi dollárért, a pár dollárral többért, és aztán a legnagyobb western valaha, a jó, a rossz és a csúf 1966-ból. Nem lehet megmondani, hogy vígjáték, vagy akciófilm, vagy krimi, vagy dráma, vagy... Hát vagy mindez együtt. Mi ez? Tudod, miért szeretem Sergio Leone-t? Mert mindenki tud vele valamit kezdeni. A legnagyobb snob filmesztétáktól kezdve a Gangsta Zoliig mindenkinek a kedvence tud lenni. Sokat vitatkoztunk a Volt egyszer egy vadnyugaton. A Volt egyszer egy vadnyugatra is egyébként megkapta a felkérést a Clint Eastwood, de ő akkor úgy döntött, és szerintem nagyon helyesen, hogy nem fogja magát bebetonozni. Tehát nem lesz Magenheim doktor. Miközben azért később egy csomó western filmbe szerepelt. És a Piszkos Harry, ami ugye nem western film, azért abban is olyan western hősszerű rendőrt játszik. Már ennyit Clint Eastwoodról. Volt egyszer egy vadnyugat egy ellentmondásos film, tehát az már dagályosságba fordul át. Eposz. Tudatosan megcsinált eposz. És aztán erre reflektál, Volt egyszer egy Amerika, megmutatva azt, hogy Amerikában ugyebár a western film, ahogy gangster filmé válik, úgy válik az amerikai revolverpörgetés nagyvárosi gangsterizmussá. Az amerikai zsidó gettók szegény lakosságának a kriminalizálódásáról szól, tehát egy szociófilm is ugyanakkor, tehát olyan témát választott, amit előtte senki nem dolgozott föl. Tehát mindenki az olasz meg az ír maffiáról csinált filmet, és a kemény zsidókról senki, és akkor jön a Digo Sergio Leone, és megcsinálja a zsidó gangster filmet. Igen, és mekkora. Nem, egyébként a Leone-val mindig együtt kell említeni, és kötelező együtt említeni a Ennio Morricone-t, ezeknek a zenéje, az legalább annyira fontos részei a filmeknek, mint a Leone-nak a képei. Hát a Jó, a rossz és a csúfban például az Ecstasy of Gold című tétele a Morricone-nak, amikor keresi, amikor a csúf keresi azt a bizonyos sírt a temetőben. És összefolynak a keresztek a szem előtt. És szalad körbe, és megy az a zene, hát az a hátamon futkos a hideg. Egyszerre katartikus, és mégis ironikus. És még egy szó erejéig Leone macsóizmusáról. Tehát most azért, hogy is mondjam, így a PC korszakában, még így a feminizmus után, tehát érdekes ezt megemlíteni, azért a nőkkel, hol bár. Ahogy bánik a nőkkel, ilyen kegyetlenül, ilyen keményen, ilyen brutálisan sehol nem bánnak el a nőkkel. A helyükre teszi a nőket. Hát nem tudom, hogy a helyükre teszi, vagy éppen teszi, ahova való. Na jó, a Leone az a ilyen kegyetlen keménységet tanúsít. Hát a Volt egyszer egy Amerikában a De Niro által játszott karakter, ugye Nudli, az élete szerelmét megerőszakolja, és ő az egyetlen nő az életében, akit szeretett, és ez jut ki neki. Tehát a Volt egyszer egy vadnyugatban a Henry Fonda a Claudia Cardinale-val, amikor lefekszik, kiirtja a családját, és miközben szexelnek, a közben mondja neki, hogy jól esik egy férfi érintését érezni az arcodon, kis panc. Még ha az a férfi is, aki megölte a családodat, kiirtotta a férjedet, és akkor így mondja neki a Claudia Cardinale, hogy igen, Frank, igen, szeretlek, Frank. Ami csak arról szól, hogy félti az életét, és prostituál
kipróbálja magát csak azért, hogy életben maradjon még néhány napig. És ezt a Harry Fonda ki is mondja ráadásul. És a Harry... Félted az életedet. Igen, félted az életedet, kis banc. Jó, zseniális. Tehát a Sergio Leone... Az asszony verve és megerőszakolva van Sergio Leone. De Sergio Leone egy szóval nem mondja azt, hogy így jó. Persze. Hát ő persze, azt mondja, persze, hogy ez így történik. És kevés olyan rendező van, amelyik ennyire nem, ne lenne PC, és ennyire őszinte lenne, és ennyire helyén lenne az igazságérzete, amikor a filmvászonra egy férfinő kapcsolatot, vagy azt a vadságot, azt a turvaságot, amiben Amerika fogant, azt megihleti. Na most ez Sergio Leone. A mi második helyezettünk. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Martin csodálatos, zseniális, brilliáns Scorsese, mindannyiunk kedvence. A Martin Scorsese az azért a legnagyobb rendező, és azért lett listánk első helyezettje. Mert mind a ketten kb. Egyformán szeretjük. Igen. Egyikünknél sincs az első helyen, de mind a ketten egyformán helyeztük, így lett ő tizedik. A tízes lista első. Szóval a Martin Scorsese az azért is egy hatalmas rendező, mert ő az, aki megtestesíti a művészfilm és a közönség közti, film közti átmenetet. Ő az, aki minden sznobnak tetszik még, és minden bunkónak tetszik már. Tehát ő a film, ő az, aki... Ő a film forradalmára tulajdonképpen a régi-régi baloldali eszmény, művész eszmény eltörölni a magas kultúra és a tömegkultúra közötti határokat úgy, hogy mégis értéket és ne szemetet képviseljön. Na hát, ilyen értelemben ő a film forradalmára. És ennél nincs nagyobb kihívás. Bevallom, hogy mi is valami hasonlót akarunk ezzel a műsorral. Tehát, hogy így mi is szeretnénk a jó ízlésű tömegek számára műsort készíteni és beavatni. Nevelni. Hát én ezt így nem mondtam volna, de most, hogy így kimondtad, Martin Scorsese 1967-ben a Kikopog az ajtómon című filmmel indul, majd pedig 1973-ban az Aljas utcák már egy remek. Nagyon jó film. Itt volt az, hogy még Harvey Keitel volt a főszereplő, és még Robert De Niro volt a mellékszereplő. És aztán később aztán fordul. Megfordul. Így van. Egyébként az Aljas utcák azért különleges film, mert én még nem láttam olyan filmet, ami a pitiánerséget ilyen hitelesen mutatta volna be. Tehát amikor tényleg szóval a piti alakoknak a piti gengszerkedése. Filmkülönlegesség. Tehát nem a nagy gengszterekről van szó, hanem a kis stílű bűnözőkről. Mint a Nincs bocsánatban Clint Eastwood filmjében. Ott így is van, egy kicsibe játszunk. 1975 Alice már nem lakik itt, szintén Harvey Keitellel. A taxisofőr 1976-ban bombaként robbant. Az berobbant. Így van. Ott már Robert De Niro jelenik meg, és hát ugye a taxisofőr az, hát mi, föltűnik benne még a kamaszlány Jodie Foster. Bizony, Jodie Foster, akit a taxisofőr De Niro ment meg a strici Harvey Keiteltől. New York, 1977, egy habkönnyű musical nem tartozik a kedvenceim közé. Nem is láttam. Dühöngő Bika 1980, hatalmas, nagyszerű. Fekete-fehér film, szándékosan fekete-fehér film. Jake LaMotta személyesen instruálta Robert De Niro-t, hogy kell egy akkora állatot eljátszani, és hogy kell végül eljátszani azt, hogy ez az állat magába száll, és szembenéz azzal, hogy mekkora egy állat volt, és hogyan tette tönkre a saját életét, hogy aztán később elmagyarázza egy remek színésznek, De Niro-nak, hogy hogyan kell őt eljátszani. És a De Niro ezt is eljátszotta, hogy a börtönben hogyan csapkodja a falat ököllel, milyen rohadt kemény játék. Megkapta érte rögtön az Oscar-díjat, 20 kilót hízott, így van. A Komédia királya 1983, az egyetlen Scorsese vígjáték. Zseniális, brilliáns. Hátborzongató valahol. Akkora Amerika ott kritika. Ott sztár egy Pityaner középszerű, alapvetően tehetségtelen figurából, aki fogjul egy sztár. Tehetségtelen, ugyanolyan tehetséges, mint az összes többi sztár maradjunk. Vagy ugyanannyira tehetségtelen? Hát éppen erről van szó. Tehát a sztárságról, a sztárságnak az ürességéről, a kiüresedéséről, arról, ami Magyarországon még mindig nem történt meg. Martin Scorsese 1983-ban készített filmet, a Komédia királya. Úgyhogy egy magyarországi remake. Na most a Komédia királya, amiben Robert De Niro-t nem lehet felismerni, amiben kiderül, hogy Robert De Niro az egyik legnagyobb színész valaha. Tehát, hogy abban, amit hoz, tehát az a szenzációs. Líderces órák 1985, egy nagy
hogy szokták ezt mondani? Tisztelgés. Egy nagy tisztelgés. Egy nagy kalapevelés. Louis Buñuel és az Öldöklő Angyal előtt. Például a szürrealista mozi előtt. A Lidérces Órák egy igazi szürrealista mozi. Egy szürrealista abszurd. Amely hát tulajdonképpen arról szól, ugye a Buñuelnek az Öldöklő Angyal az arról szól, hogy a hősök nem tudnak elhagyni egy szobát. Nem tudnak kimenni egy szobából. A Lidérces Órák valami nagyon hasonló. A film főhőse nem is ismert színészekkel forgatta. Scorsese nem tud hazamenni, mert mindig történik valami, mindig történik vele valami szörnyűség. Annyira parádésan szórakoztató a Lidérces Órák, az egyik legkedvesebb filmem. De egyszer, és annyira más, mint az összes többi. Scorsese bármihez nyúl, abból arany lesz, nem tud tévedni, ez egészen az öreg koráig igaz volt rá. Aztán a Pénzszíne, szerintem ez az első gyenge filmje Scorsese-nek. Ez közepes. Igen, a Paul Newman-nel és Tom Cruise-zal, úristen! Na, menjünk tovább. Gyorsan lépjünk tovább. A Krisztus utolsó megkísértésére 1988. Erről az filmről sokat beszéltünk. Talán a legnagyobb filmje Scorsese-nek. Aj, vitatkoznék vele, vitatkoznék. Én nem vitatkoznék. Nem rossz film, de vitatkoznék ezzel. Nem, csinált ő jobbat. Hatalmas, gigantikus Peter Gabrielnek a zenéjével, Willem Dafoe-val a főszerepben. Mert te egy nagyon mélyen vallásos ember vagy. Nagy menők, 1990. Nagy menők. Na, az az első igazi kemény gangster film. Az a brutális. Az a első igazi kőkemény. De az a dokumentalistán brutális. Tehát, hogy mondjam, az a megfosztja a gangster filmet attól a romantikától, amit máshonnan ismerünk. A rettegés foka 1991-ből Scorsese egyetlen thrillere. És azt gondolom, hogyha egyetlen thrillert lehetne megőrizni, az összes többi filmet bele kéne dobni a Dunába, hogy hagyússzon lefelé Belgrádnak, akkor az egyetlen film, amit megőriznék, az egyetlen thriller a rettegés foka lenne. Valószínűleg a legjobb thriller, amit valaha készítettek. Martin Scorsese egyszer nyúlt a thrillerhez, rettegés foka, egyszer nyúlt a vígjátékhoz, komédia királya. Pedig az csak egy remake. Nem csak egy remake, a remake. És mégis. Mennyivel nagyobb, mint az eredeti. Na, hogy de mennyivel. Az Ártatlanság kora 93-ból én nem kedvelem, de te igen. Az egyébként egy nagyon remek film. Daniel Day-Lewis-zal, Michelle Pfeiffer-rel. Képzeljetek el, drága hallgatók, egy olyan szerelmes filmet, amiben nincs ágyjelenet, és ez nagyon-nagyon jó Michelle Pfeifferrel. Nincs ágyjelenet, nem rontja el, nem nyálas, nem gicses, szikár, mélységesen szomorú. A reménytelen szerelemről jobb filmet nem láttam soha. A Kaszinó egy másik nagy menők, 1995-ben. Ugyanolyan brutális és kegyetlen. Igen. Ugyanúgy De Niro és Joe Pesci, Joe Pesci ugyanazt a félállatot játsza benne. És ironikus. Kundun, 1997. Scorsese tisztelgése a buddhizmus előtt? Vagy? Inkább a Dalai Láma mártíriuma előtt, és a tibeti népnek a szenvedése előtt. És akkor az öreg De Niro elkezd DiCaprio-val nagyon-nagyon komolyan foglalkozni, tehát tulajdonképpen az új De Niro, nem, hát az Martin, az öreg Scorsese, de egyébként De Niro is imádja a DiCapriót. El kell DiCaprio-val, ugye? Igen. És kis nyálfi volt korábban, és itt valahogy itt kinőtt férfivá, tehát megjelenik az új Leonardo DiCaprio, hála Scorsese-nek, és itt nyilvánvalóan, hogy a Tégla című filmről van szó. Jaj, az a nevetséges, hogy azt kapta az Oscar-díjat, tehát azért... Nem, nagyon jó film, van olyan jó, mint a távol-keleti eredetie, és az ördögi Jack Nicholson igazi ördögöt jó, játszik. De nem ezért kellett volna, de azért ne, jó, várjál, az... maradjunk annyiban, hogy nem ezért kellett volna megkapni az Oscar-díjat Martin Scorsese-nek, mint legjobb rendező. Jó, de az Oscar-díj kiosztása az, hogy is mondjam, a legtöbb esetben a gicsnek az ismérve. Azért jó, hogy kapott Oscar-díjat. Jó, azért búcsúzóul még mondjunk el annyit erről, hogy a Oscar-díj kiosztók is úgy gondolták, hogy most már Martin Scorsese-nek kéne adni egy Oscar-díjat, mert az Oscar bár az egy erős brand, azért Scorsese egy erősebb brand ennél, és már elkezdte őket zavarni, nem az, hogy Scorsese-nek nincs meg az Oscar, hanem hogy az Oscarnak nincs meg Scorsese. És már oda kellett adni, és a végén odaadták neki egy olyan filmért, hát hogy mondjam, 30 jobbat rendezett korábban, maradjunk ennyibe. És hát a DiCaprio filmek, a New York bandái, az Aviator, a Viharsziget, a Tégla, nem a legjobb Scorsese filmek. A New York bandái egy film különlegesség, és szerintem a Tégla jó film, nem értek teljesen egyet vele, nem a legjobb Scorsese film, de jó film. Maradjunk annyiban, hogy öregkorára Scorsese azért már nem a régi. Na de...
nem emlékeztetni erre a Scorsese-re még mindig egy hatalmas rendezői teljesítmény. Úgyhogy ez volt ami tízes listánk. Ez volt az a tízes lista, ami a legkiválóbb, valaha volt legkiválóbb filmrendezőket tartalmazza. A tizedik helyen Luc Bessonnal, kilencedik Ingmar Bergman, nyolcadik helyezett Andrei Tarkovsky, a hetedik Miloš Forman, hatodik Orson Welles, ötödik Francis Ford Coppola, a negyedik Charlie Chaplin, harmadik Stanley Kubrick, a második Sergio Leone és az első Martin Scorsese. Ez volt a hét mesterlövésze a Rádiókafén. Hallgassatok minket a továbbiakban is. Jövő hét szombaton újra itt leszünk. Farkas Attila, Márton és Puzsér Róbert volt itt a stúdióban, és próbált megokítani titeket arról, hogy melyek a legkiválóbb filmek. A jövő héten újabb tízes listával jelentkezünk, addig is pedig zenét fogtok a következőkben hallgatni a Rádiókafén. Sziasztok!